kezdjetek szeretni, hogy legyen mind nevetni, hogy milyen bal voltam, hogy neked udvaroltam. Erdélyi árva gyerekek rajzaiból nyílt kiállítás Pakson az Energetikai Technikum és Kollégium aulájában. Tisztaságot, erőt és bátorságot sugároznak azok a rajzok, melyeket a Dévai Szent Ferenc Alapítvány gyermekotthonaiban készítettek az otthon lakói. Már több mint egy évtizedes hagyomány, hogy az ESZI-ben november végén jótékonysági gyűjtést rendeznek az erdélyi gyerekek számára, akik hálából rajzolnak az adományozóknak. Milyen az igazi család? Erről szóltak idén az alapítvány nehéz sorsú gyermekeinek az alkotásai. Egy se jár művészeti iskolába, tehát olyan nagy, hogy mondjam, nem Picasso-k, de szívből kedvesen rajzoltak és küldték nektek, hálából, köszönetként, szeretettel. A Dévai Szent Ferenc Alapítvány több mint 80 gyermekotthont működtet, ahonnan több száz rajzot küldtek a fiatalok. Ebből válogattak a kiállításra az ESZI-s diákok. Böjte Csaba egyhetes európai körútja végén érkezett Paksra. Akkor azért imádkoztunk, hogy a pandémia múljon el, aztán most kiderült, hogy tényleg nagyon gyorsan pandémiát felváltott egy másik nagyon szomorú dolog, ugye ez a háború. Hát adj az Isten, hogy tényleg ez is aztán elmenjen. A kárpátaljai menekültek megsegítése egy újabb feladat számukra is. Most jövök Csobánkára, ott is van egy házunk, és tegnap este befogadtunk 15 kárpátaljai gyereket, 6 anyukát, egy apukát. Férfiakat nem engedték át a határon. Az anyukák gyermekeikkel itt vannak. Hanvazó szerdán este Pakson az ünnepi szentmisét Böjte Csaba személyesen mutatta be a Jézus Szíve katolikus templomban, ahol az árva gyermekek alkotásai is megtekinthetők.